Ma már temérdek autóhoz pótkerék helyett csak defektjavítószer jár, ezért most próbára teszünk 4 különböző, utólag megvásárolható ilyen szert, hogy mit tud kezdeni egy lyukas abroncssal. Az első termék az a Liquimoly-nak a Racing nevű defektjavítója. Ezt a bal hátsó keréknél fogjuk megnézni, hogy mit tud. Beletöltöttük a defektjavítószer, de ilyenkor még hallatszik, hogy egy kicsit sistereg, ezért meg kell pörgetni az abroncsot, hogy tömítődjön a lyuk, és keresztül menjen rajta ez a tömítőszer, és ahogyan itt pörgetjük, már lehet is hallani, hogy egyre halkabban sisterek csak az abroncs. Harmadikként a Preventnek a defekt gyors javítóját tesszük próbára, ezt csak felrázni kell, melegíteni nem. Negyedikként a Slime-nak a lyuktömítőjét tesszük próbára, ez csak kifoltozza a lyukat, legalábbis eltömíti, és utána egy kompresszorral kell felpumpáljuk az abroncsot. Miután a Slime-ot beletöltöttük az abroncsba, egy kompresszorral fel kell fújni az abroncsot, ezt a kompresszort magához, a Slime-hoz mellékelték. Vezetés közben nem igazán érződik, hogy melyik defektjavító mennyire jó, ugyanis miután felpumpáltuk a kerekeket, mindegyikkel teljesen normálisan viselkedik az autó, majd az utólagos nyomás ellenőrzés adja azt meg, hogy melyik mennyire volt hatásos. A próbált 4 defektjavító közül mindegyikhez kellett pumpálás, de csak egyhez járt kompresszor, ez a Slime, aminek a pumpája 8 perc alatt tudta feltölteni a teljesen üres abroncsot.